Nagy az Úr Jézus Krisztus! György Alfred atya, Kamillianus atya vagyok, csíkszendomokosan születtem, és a beteg ápoló szerzetes rendnek vagyok a tagja, most Bécsben tartományfőnök. Fontos az, hogy Krisztust látjuk a betegekben. Számunkra a beteg ágy az oltár, és a rajta lévő beteg maga Krisztus. Ez életünk hivatása, ez a mi karizmánk. Akár szavainkkal, akár tetteinkkel hirdetjük azt, hogy fölismertük Jézust az életünkben, és ezzel a Jézussal való találkozás határozza meg mindennapjainkat. Szeretettel köszöntelek, kedves lelki gyakorlatozó, aki csatlakoztál hozzánk, hogy ráhangolódjunk a katolikus pont ma adventi ráhangoló lelki gyakorlatával, legszebb ünnepünkre, a megváltó születésére. És ebben a ráhangolódásban figyeljél az Isten szavára, hagyd, hogy hason rád, alakítson, formáljon téged, hagyd, hogy a az Úr szavának a fénye bevilágítsa lelkedet bevilágítsa életedet. És így az advent elején meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát, az első fénysugár lelkünk sötétségében, a várakozás és a remény sugara. ahogy ez a gyertyalánk bevilágítja a teret, világítsa be a te lelkedet is az ő szava által. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus ezeket mondta a tanítványainak a világ végéről. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig később esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek, akkor majd meglátják az ember fiát, amint eljön a fejhőken nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek föl és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltástok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így már nem ér készületlenül benneteket az a nap, mint a csapda úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virasszatok hát és imádkozzatok. Szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az emberfia színe előtt. Ezek az evangélium igény. Háldunk Téged, Krisztus! Az Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves lelki gyakorlatozó, amikor reggel úgy kezded a napod, hogy megmosakszol, megtisztítod az arcodat, ugyanúgy lelki tisztulásra is szükségünk van, rá kell hangolódnunk az Úristen jelenlétére életünkben. Amolyan lelki, musakodás, lelki felkészülés. Ékesítsük szívünket, lelkünket az Úr igéje által. Hallottuk a világ végéről szóló tanítást, ami picit félelemmel tölt el bennünket. Az emberek megdermednek a rémülettől, a mindenség összetartói erői megrendülnek. Mennyi félelem, mennyi bizonytalanság van bennünk, kedves barátaim? tele vagyunk félelemmel, rettegéssel, akár a világjárvány következtében is, mint hogyha összeomlott volna minden, mint kihúzták volna a talpunk alól a talajt. És akkor azt mondja Jézus a mai reggelen, neked, nekem, mindannyiunknak, nézzetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert elérkezett a ti megváltástok föltekinteni az égre, fölemelni tekintetünket bizakodó reménységgel, mint egy reményt adni azoknak az embereknek, akik tele vannak félelemmel. Nekünk hívő keresztény embereknek ez a hivatásunk, ez a feladatunk. Talán a maszk eltakarja az ajkunkat, nem látszik a mosolyunk. Mégis, hogyha Isten tekintetében fürdeted meg arcodat minden reggel, akkor a szemed mosolygása reményt fog adni a félelemmel eltelt emberekben. Vigyázzatok, mondja Jézus, ne nehezedjék el a szívetek, néha olyan súlyos cipeljük a gondjainkat. Az evilági gondokban mi az, ami nyomja a hátunkat, néha bele is görnyedünk ebbe az elnehezedésben. Hogyha a szívünkre még súlyokat pakolunk, akkor sokkal nehezebben pumpálja a vért, sokkal nehezebben ad életet. Mi az, ami fölszabadítja a te szíved nehézségét? Egy csend, egy odafigyelés, az égre emelt tekintet, bizonyossága. A másik ember szemében észrevenni a mosolyt, amely elűzi lelkednek a súlyát, a terhét, a gondjaidnak a súlyát. Képes vagy rá? Ha úgy érzed, hogy több a gondod, mint a bátorságod, akkor Jézus a mai napon megadja a receptet. Virasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, mondja Jézus. Megadja nekünk a receptet. Félelmeink, gondjaink leküzdésére. Hogyan imádkozhatok szüntelenül? Ebben a szent időben? A szüntelen imádság a szívünk imádságának a hangja. Egy egyszerű recept. És ez is lesz a kihívás, a feladat a mai nap számodra, kedves barátom, aki velünk együtt készülsz fel Jézus születésére. A szüntelen imádkozás gyakorlata. Tedd a hüvelyk újadat a csuklódra, hunyba be a szemed, figyelj a lélegzetedre addig, amíg érzed a szíved lüktetését. És minden szívdobbanással mondhatod magadban Jézus nevét. Jézus, Jézus, Jézus. Így a mai napon szíved lüktetése, dobogása lesz az imádság számodra. Próbáld ki naponta többször. Egy-egy percre állj meg, hallgass szíved dobogását, hogy váljék imádságá. Ha úgy gondolod, hogy segít neked ez a lelki gyakorlat, akkor iratkozzál föl, hogy minden nap találkozhassunk, és szólj barátaidnak is, készüljünk együtt a Szent Ünnepre. Találkozunk holnap reggel. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!